Rég találkoztunk. Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ez egy tömör videó lesz. Igyekszem röviden elmondani, amit szeretnék. Előtte pár információ, ami mindenképpen érdekes lehet. Először is én nem használok social médiát, tehát a legnépszerűbbek, mint például a Facebook, Instagram vagy a TikTok, ezeken egyáltalán nem vagyok fent, úgyhogy ha egy olyan profillal találkoztok, ami én lennék, vagy pedig a csatornám neve van közzétéve, ez nem én vagyok, erre szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek. Egyetlen egy honlapom van, ez pedig a Skybeater, az összes többi honlap, ami közzétette a videóimat, az pedig nem az enyém. Ezek között nagyon sok van, nem vagyok semmilyen orvosi szövetségnek, vagy HUN-SKEET a szövetségnek a tagja, ez egyébként távol is áll tőlem. És még egy közérdekű információ, nem véletlenül írtam ki az egyik bejegyzésben, hogy milyen zenei klippeket fogok feltölteni, és pontosan mikor. Ugyanis kíváncsi voltam arra, hogy pontosan az adminisztrátorok milyen indokkal, és mennyi idő alatt törlik le ezeket a videókat. Azt sem véletlenül mondtam el, hogy a YouTube a nézettségemet, illetve a nézettségem számát ezt több mint 2 millióról 50-60 ezerre csökkentette, ugyanis kíváncsi voltam arra, hogy figyelik-e a csatornát, és amint ezt egy videóban elmondtam, természetesen még másnap, ha nem is az eredeti számra, de felemelték több mint 800 ezerre a csatornám nézettségét, úgyhogy választ kaptam a kérdéseimre, köszönöm szépen, úgyhogy most jöjjenek a ti kérdéseitek. Első kérdés az a chemtrailre irányult. Valaki megkérdezte, hogy tudott technológiával el lehet-e kerülni a chemtrailt, és akkor ismételten szeretnék visszakanyarodni ehhez a témához, és erre az a válaszom, hogy egyértelműen nem. Az, amiről ti beszéltek, és amit spiritualitásnak gondoltok, hogy tudattechnológiával elkerülünk bizonyos dolgokat, ez sajnos nem működik. Van olyan esetekben, amikor működik, de ebben az esetben nem működik. Ebben az esetben, hogyha nem vagytok hajlandóak ezzel a témával egyáltalán foglalkozni, akkor ez azt jelenti, hogy szépen elfogadtuk azt, hogy tönkre teszik a földjeinket, az időjárást manipulálják, bioterrorizmus van, és innentől kezdve elfogadjuk azt is, hogy generációkról generációra meg fognak változni az élőlények genetikai szekvenciái, és itt nem csak a növényekre, hanem az emberekre is gondolok. Az a minimum, hogy ezeket a képeket összegyűjtitek, és hangot adtok annak, hogy pontosan mi történik, és azért fontos, hogy ezekről meglegyenek a fényképek, hogy később felelősségre tudjuk vonni, és meg tudjuk keresni azokat az embereket, akik ezt csinálják. Aki a lugánói tanulmányt nem olvasta, most betettem ide a videó alá egy linkbe, az sürgősen olvassa el. Az ELTÉ-ről felbéreltek valakit, egy professzort, aki azt próbáltuk bebizonyítani, hogy a lugánói tanulmány az konteó, és hogy a chemtrail az nem igaz. Úgy gondolom, hogy ezeket már tisztáztuk, és a chemtrailnek egyébként valóban nem csak a génmódosítás, meg az eugenika, hanem van egy másik projektje is, ez pedig az, hogy ne lássuk egyáltalán a nem fizikai valóságot. Nem véletlenül takarják el mindig az eget, úgyhogy nem csak a profitszerzésről van szó, de erre a tudattechnológia az nem megoldás. Azok, akik úgy gondolják, hogy tudattechnológiával lehet felépni a chemtrail ellen, ez konkrétan annyit jelent, hogy ők fizikai szinten is becsukják a szemüket, és nem fizikai, vagyis spirituális szinten is, és pontosan ez lesz a New Age-nek a lényege, amikor konkrétan a sátánista doktrinákat, tehát a luciferista ideológiát, azt nem csak fizikailag fogják elfogadtatni az emberekkel, hanem spirituális szinten is, tehát nem csak fizikai szinten, hanem mentális szinten is rabszolgásítani fogják az embereket, azáltal, hogy olyan vallásokat és kultuszokat építenek ki, ami nem a teremtő és az emberiség tiszteletére és szeretetére épül. Bizonyos oligarcha családok tönkreteszik a bolygót és az élővilágot, és itt szeretném akkor felhívni arra mindenkinek a figyelmét, mert nagyon sok ember azt hiszi, hogy majd szépen földet művelés eltartja a saját magát, hát hogyha ilyen szinten fogják az időjárást manipulálni, akkor ez nem valószínű. Az okosporról és a transzhumanizmusról már volt szó, ezt nem fogom ismételten részletezni, de ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy legyetek nyugodtak, az oligarcha családoknak az állat és a növényállományuk
amiket ők felhasználnak, az természetesen érintetlen, és ezekhez a nyersanyag forrásokhoz mi nem jutunk hozzá, tehát teljesen mindegy, hogy ki mit termel, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Következő kérdéskör, az pedig az ősmagyarság kérdése, és általában a hamis ősmagyar vallás. Nem mostanában fogok erről videót készíteni, de szeretnék elmondani egy pár tényinformációt. Először is a boldogasszony kultusz az Babilonból jön. A kádák nem a magyar népősei, a német-sumer magyar kapcsolat, az pedig tény. A kádáknak egyértelmű kapcsolata volt az ősi kelta és druida szektákkal, és ezek északról érkeztek hazánkba tért hódítani, és nem egyenesen Ázsiából. Erre az is a magyarázat egyébként, hogy a mi szemünk az nem teljesen olyan, mint az ázsiai népeké, tehát már ez is utal arra, hogy nem csak keletről jöttünk. A másik az pedig a nyelv, amit érdemes itt megemlíteni, bár ez nem konkrét bizonyíték. A magyar az nem az ősi nyelv, és nem is sumér nyelv teljesen. Ezt már egyszer megemlítettem, és azt is hozzátettem, hogy a németnek vannak leginkább sumér gyökerei, és ezek a szavak, ezek beolvadtak később a magyar nyelvbe is. Soha nem gondolkoztatok azon például, hogy honnan vannak a vicc, a strand vagy a töv-töv szavaink, vagy például a bunda, ami egyértelműen utalás német Bundesheimra, ami hivatalt jelent. Innen van egyébként a bundázni kifejezés, ami azt jelenti, hogy lefizetni, megvesztegetni valakit. Személyes javaslat, hogyha valaki azt állítja, hogy történész és csak az ő verziója az igaz, akkor javaslom, hogy járjatok utána annak, hogy ezeket az embereket milyen szervezetek szponzorálják, és milyen emberek, kérjétek el tőlük a forrásokat, és nézzétek meg, hogy esetleg a könyveket kiadó logóknak van-e bármi köze a lovagrendekhez, vagy éppen, hogy milyen csoportoktól származik ez az oktatás, ugyanis aki lovagrendi tagoknak dolgozik, az általában nem fogja az igazat elmondani, mert nem áll érdekükben. A napkultusz, a boldogasszony kultusz és a Nimród kultusz is Babilonhoz köthető, és a templomos lovagok terjesztették el, majd később az ortodox vonalon terjedt, hazánkban is. Ez egyébként az egész világra jellemző volt, csak más kultúrák más néven ismerik ezeket az isteneket és alakokat, de lényegében a lovagrendi nagymesterekről van szó. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy megfigyeléseim alapján Magyarországon is erre vannak berendezkedve a spirituális oktatók, tehát teljesen mindegy, hogy a Szent Koronával kapcsolatos tanításokat, vagy a Nimród ősatyával kapcsolatos tanításokat, vagy a boldogasszony kultuszt nézem, mindegyiknél ugyanazokat a szálakat véltem felfedezni, ugyanazokat a csoportokat. Érdemes megkérdezni ezeket az embereket, hogy mi a véleményük a Szent István lovagrendről, vagy éppen miért dolgoznak a Habsburgoknak és más olyan oligarcha családoknak, akik a politikusokkal együtt karöltve tönkreteszik Magyarországot. Természetesen saját utánajárás javasolt mindenkinek. Ehhez még annyit hozzátennék, hogy attól, amitől valaki nem beszél szabad kőművesekről vagy háttérhatalomról, nem biztos, hogy nekik dolgozik, és amitől valaki beszél szabad kőművességről, általában az okkult babiloni oldalt nem szokták megemlíteni, és a titkos társaságokat, a lovagrendeket pedig pláne nem, de volt már egyébként az ellenkezőjére is példa, tehát amitől valaki lovagrendekről és szabad kőművesekről beszél, még tartozhat ezek közé a szervezetek közé. Úgyhogy érdemes mindenkinek saját magának tájékozódnia és döntenie, és utána nézni a hiteles információknak, mert az, hogy ki mit mond az interneten, az egy dolog, bárki bármit mondhat, rólam sem tudtak egyébként semmit sem. Az oltásokkal kapcsolatban a vakcinák mellékhatásait most már a kisebb politikai szennylapok is elismerték, természetesen a valós igazságot nem mondták el a mellékhatásokról sem, arról pedig pláne nem, hogy ki fog számítani transzhumánnak, de ezt majd meglátjuk, hogy a jövőben hogyan akarják bevezetni. Beszéljünk egy kicsit a készpénzről, mert ez nagyon-nagyon fontos. Legalábbis nekem nem tetszik az, amerre tartunk ebben az ügyben. Most felvetődött az, hogy megtartjuk a készpénzt, és valaki egy új készpénzformátumot fog majd közrebocsátani. Ez nem csak hogy alkotmányellenes cselekedet, de emberiségellenes cselekedet is, azt hiszem, hogy a hazaárulása a legmegfelelőbb szó és kifejezés, ugyanis konkrétan itt az történik, hogy az emberiségnek a nemes fém készletet, tehát az arany és ezüst tartalékot nem szeretnék visszaadni. Helyette majd ismételten egy szervezet kiad egy pénzformátumot, és ezzel ugyanis
ugyanúgy kizsákmányolják az embereket, ahogy eddig. Az alaptörvény érvénytelen, ezt már megbeszéltük, alkotmányt pedig nem lehet csak egyről a kettőre módosítani, pláne nem ilyen céllal. Arról pedig nem beszélve, hogy a készpénzt is lehet korlátozni. És szeretném itt kiemelni azt, hogy nem konkrétan bankkártyával van a gond, sőt inkább az applikációval, de nem is konkrétan a technológiával, hanem a mögötte húzódó szándékkal. Most pedig nézzünk néhány szervezetet, akik közösen munkálkodnak az új világrenden. Már megbeszéltük, hogy a titkos társaságok közül a templomos lovagrend a legősibb, de van néhány alternatív szervezet is, úgyhogy felsorolok párat. Jason társasága, Roshania Kabbala, Málta lovagrendje és a Kolumbusz lovagjai, jezsuiták, mívesek csoportja, rózsakeresztesek ősi, misztikus rendje, Open Friendly Secret, vagyis a nyílt barátsági titok, Illuminati, náci párt, teutonok, kommunista párt, külügyek tanácsa, ugyebár látszólag egy politikai csoportról van szó, de a politikai csoportok is tulajdonképpen titkos társaságok, The Group, vagyis a csoport, sárkány testvérisége, rózsakeresztesek, de ide tartozik a Trilaterális Bizottság, a Bilderbergek, a Russell Trust, koponya és csontok, a Kulcs és a Tekercs, illetve a Society, ami más néven Vatikán, ahol ezt látjátok, ott mindig a Vatikán áll a háttérben, illetve a Nemzetközi Kapcsolatok Királyi Intézete is ugyanide tartozik. Az itt felsorolt csoportok többnyire Magyarországon is képviseltetik magukat, mind a politikában, mind pedig a spirituális életben. Ha kell, akkor politikust játszanak, és hogyha kell, akkor spirituális oktatót, vagy szellemi vezetőt, de mindenképpen egy célért dolgoznak, és együtt valósítják meg az új világrendet. Ugyanazok léptek föl az oltás ellen, akik valójában szponzorálták azt. Mindannyian barátok a háttérben, teljesen mindegy, hogy milyen botrányt robbantanak ki, vagy milyen kamuháborús indokra hivatkoznak, vagy milyen választási nem létező csalásra hivatkoznak. Aki esetleg nem látott még spirituális globalistát, vagy globalista spiritualistát, akkor az a jövőben nyissa ki a szemét, mert egyértelművé fog válni mindenki számára egy idő után, hogy azok az emberek, akik nagy vonalakban ezeket az oktatási anyagokat terjesztik, és mindenféle tévében szerepelnek, ezek bizonyos szervezeteknek dolgoznak. És természetesen a szervezetek mögött ott vannak a politikai és egyházi szálak, a lovagrendi szálak, és a vatikáni szálak is. Kérdezzétek csak meg őket, hogy milyen kapcsolatban állnak például a Habsburg család oligarcháival, vagy mit csinál éppen a Szent István lovagrend. És amikor elkezditek őket kérdezgetni, akkor nyilvánvaló lesz majd a válasz is. Beszéljünk egy kicsit a spiritualizmus valódi oldaláról. Ugyebár az az oldal, amit a háttérhatalom propagál, az egy olyan oldal, ahol az emberek emelkednek, fenntartják a csak szeretet rezgést, de szemet hunynak a felett, hogy milliók halnak meg most is, és milliók kerülnek igazságtalanul börtönbe, különösen azok közül, akik az emberi jogokért harcolnak és harcoltak régen is. Elmondtam már több videóban is, hogy az ábrándozás helyett a valós információkat részesítsétek előnyben, és ez nem zárja ki a spiritualitást, mert az a fajta energia, vagyis a teremtő jelenléte az mindenkivel ott van, aki érti, hogy miről beszélek, és tapasztalta ezeket, az úgy gondolom, hogy hasonló véleményem van, például, hogy mik ezek a fényjelenségek, vagy úgymond emberek körülöttünk. A spiritualitáshoz visszatérve, a mennyek törvénye megdönthetetlen. És itt akkor most kvantumfizikai szinten gondolkodunk, amennyiben azt állítjuk, hogy a hullámgenetikusok nem tudnak mérni egy olyan közegben, amelyben nincsenek és amelyben soha nem tartózkodtak, tehát ebben az esetben kizárólag következtetéseket lehet levonni. Az emelt rezgésedet magas frekvencia elérése az pedig nem teljesen úgy működik, ahogy az emberek elképzelik. Ezért van az, hogy bizonyos szituációk, amelyek traumákhoz kötődnek, újra és újra megjelenhetnek az életünkben, amennyiben nem történt meg a tranzíció, akkor egy visszaesés történik. Tehát a magas frekvencia szintről az alacsonyabb frekvencia szintre való elmozdulás. Itt szeretném azt kihangsúlyozni, hogy magas frekvencia szint eléréséhez pontosan ezért nem elég a szeretet, tehát ezt a szeretetet az igazságérzettel és a félelem kiiktatásával érdemes összekapcsolni, ugyanis ebben az esetben történik meg egy olyan tranzíció, amely során a harmadik dimenzión belül is lehetőség van változtatni a dolgokon, természetesen tetteken keresztül. Erre úgy gondolom, hogy jó példa a chemtrail és azok az új világrendi intézkedések, amelyeket már megbeszéltünk.
spirituális oktatásról is érkeztek kérdések, meg bizonyos könyvekről. Én ezzel kapcsolatban tényleg csak annyit tudok mondani, hogy olvasson mindenki kedve szerint. Én már utána jártam bizonyos dolgoknak. Számomra egyértelmű, hogy melyik az a földön kívüli oktató Amerikában, akinek a Camelot Project adja ki a könyveit, ami természetesen egy titkosszolgálati projekt. Egyértelmű, hogy kik azok, akik azt híresztelik, hogy Jézust nem feszítették keresztre. Ugyebár templomos lovagrendi alkotás az, hogy Jézust és Lucifert összekapcsoljuk, tehát ugyebár a Sumer kettős keresztről van szó. Ezt már egyébként más blogban is láttam, hogy valaki kifejtette úgy, hogy ez jó hír, mert nem csak nekem jutott ez eszembe, és nem csak nálam van akkor ilyen információ, hanem mások is rájönnek akkor erre. A másik ilyen dolog az pedig az, hogy én mielőtt elolvasok egy könyvet, megnézem azt, hogy milyen státusszal rendelkezik az adott író, még akkor is álnéven írogat. És ha valaki nagyon jól kutakodik, és több éves múlttal rendelkezik, tényleg a háttérhatalom kutatását tekintve, az pontosan tudja, hogy Raducina már és Stuart Svörtlow is beavatottak. És ez nem azt jelenti, hogy nem mondanak igazat, de a teljes igazságot nem mondhatják el. Ugyebár a Bucsecs hegységben sincsen szó arról, hogy milyen rituálékat is tartottak ott a föld alatt, meg hány embert cipeltek le, és végeztek ki a föld alatt, de most ezt akkor hagyjuk. Beszéljünk egy kicsit Stuart Svörtlowról, meg a kelta gyógyító szimbólumokról és archetipusokról. Igen, meg arról is, amit közé tette a Kék vér, az Igazi vér című könyvben, ugyebár egy rituálé van oda leírva, de aki jártas az ilyen dolgokban, az pontosan tudja, hogy Svörtlow csak is azért tudhatott erről, mert ő részt vett egy ilyen szertartáson. És nyilván ott nem a kelta istenségeket és főpapokat, meg azt a kelta szervezetet nevezte meg, aminek a tagja volt, hanem a földön kívülieket tulajdonította neki. De aki ismeri az ő oktatási vonalát is, az is megtalálja azt, hogy pontosan ő is hova tartozik. És ismételten a hazugság szemvics technikája, mondanak igazat is ezek az oktatók, de a valós igazságot nem mondják el. Úgyhogy azért mindenkinek saját magának kell kutatnia. Más kérdés, regenetika kurzus. Ezt a kurzust úgy állítottam össze, hogy ha valaki esetleg nem ébred föl, nekik is meglegyen a lehetőségük. Akik viszont ilyen szervezett oktatásban vesznek részt rájuk ez, amit összeraktam, ez úgy fog hatni, hogy ők még jobban belesüllyednek ebbe. De ez jól is van így, mert vannak lovagrendi tagok is, akik szeretnek jönni tanulni, bár nagyon sokszor elmondtam már nekik, hogy nem tudok olyan korsót tölteni, ami mással van tele megoldás. Ha nem akarjátok ezeket az embereket egyáltalán nyomon követni és eltakarítani, nem baj, van egy valami, amit mindenki megtehet saját magáért és másokért is, és akkor jön egy kis tudott technológia, egy kis imával és istenhittel konvertálva. Éppen ezért érdemes tudni az igazságot, különösen a babiloni misztériumokról és lovagrendekről, mert lehet azért is imádkozni, hogy ezek az oligarha családok, ezek megkapják, amit érdemelnek, és eltűnjenek innen. Vajon hányan imádkoztok azért, hogy ez megtörténjen? Hányan imádkoztok például azért, hogy az emberiség bőségben, jólétben, szeretetben és szabadon éljen? Úgyhogy ennyit úgy gondolom, hogy mindenki megtehet, ez semmiben sem kerül. És akkor beszéljünk egy kicsit az imádságokról, mint tudott technológiáról. Nem arról beszélek, hogy valaki bemegy a templomba és imádkozik, vagy valamilyen vallási szertartáson részt vesz, tehát ez konkrétan mindenkinek a saját személyes dolga és életének a része, hogy ezt hogyan csinálja. Viszont az, hogy az emberiség ott tart, ahol, ez egyrészt egyébként a kívánságainknak köszönhető, ugyebár a kvantumbirodalomban nincsen idő és nincsen tér sem, ezt megbeszéltük, és az, hogy mi manifesztálódik, az nyilván nem fizikai történéseknek az eredménye. Régen például imádkoztak az emberek azért, hogy ehessenek például édességet, ez régen egy luxuscikk volt, amihez csak a gazdagok jutottak hozzá. Most meg szinte a föld lakosságának a 70%-a hozzájuthat ezekhez a dolgokhoz. Például régen kiváltság volt az is, hogyha valaki egynél több mesztelen nőt látott. A királyok és uralkodók kiváltsága volt ez ugyebár. Most már bárki felmegy az internetre, rengeteg mesztelen nőt láthat, annyit, amennyit csak akar. Tehát az emberek vágyai valamilyen szinten teljesülnek. De ameddig a kollektív tudat a Matrixban marad, addig nem lesz változás. Éppen ezért fontos, hogy kutassunk az igazság után, és ez nem mond ellent egyébként a spiritualitásnak.
3D és 5D kapcsolatáról mit is mondhatnék, ez addig nem fog véget érni, ameddig nem mi győzünk. Fényes jövő áll előttünk, egyszer majd elérjük ezt a szintet, de azért meg is kell küzdeni. A videó végén pedig egy rövid filmajánló következik. Általában okkult, negatív eseményeket bemutató filmeket szoktam ajánlani, és ennek az az oka, hogy ezek azok, amelyek fellebbentik a fájtlat. Mostanában elég sok olyan sorozat, illetve film publikus, ami utal arra, hogy pontosan mi történik a háttérben. Az egyik ilyen az a ráncfelvarrás, ami az American Horror Stories egyik epizódja volt. Ezt már említettem, és a másik, amit egy bejegyzésben szintén megemlítettem, ez pedig az Antracit. Ez a film nem kapta meg a lehetőséget arra, hogy egy második évadot is készítsenek belőle, ennek pedig állítólag az az oka, hogy nem volt olyan jó a színészi játék, illetve a film nem mutatta be az igazi történéseket, nem mutathatott meg mindent, az ok az természetesen az volt, hogy fellebbentette egy-két olyan dologról a fájtlat, amit a háttérhatalom nem szeret viszont látni, illetve az oligarcha családok nem szeretnek, ilyen például a boldogasszony kultusznak a leleplezése, vagy éppen utalás arra, hogy mind a rituálék, mind pedig a tudományos kutatások során az emberi halottak azok csak járulékos veszteség. Szintén van egy utalás a szektákra, illetve a főpapi kultuszokra, és még elég sok másra. Érdekes módon utal az egyik bánya tragédiára, ugyebár itt most egy olyan tragédiáról van szó, amikor nagyon sok bányász életét vesztette, pedig tudták, hogy be fognak omlani bizonyos bányák, mert olyan kísérleteket végeztek a föld alatt, illetve azokat a tömeggyilkosságokat, amelyeket a kormányok követtek el, de valójában szektáknak tulajdonítanak a mai napig. Úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni, és van egy utalás az antracitra. Erre a film nem tér ki, de az antracit segít egyébként bizonyos entitásokkal való kommunikációban a főpapoknak. Ennyit gondoltam mára, hamarosan újabb információkkal jelentkezem, úgyhogy további szép napot kívánok, sziasztok!